Székesfehérvár önkormányzata számára kiemelten fontos a város lakóinak egészsége, a betegségek megelőzése. Ennek érdekében évek óta rendszeresen szerveznek szűrővizsgálatokat a városban, az egyes városrészekben élőknek, illetve célzottan nőknek és férfiaknak. Az Albabástya Család és Gyermekjóléti Központ Segítő Fehérvár programja keretében egészségügyi szűrés szervezett a Fekete-hegy szárazréti kultúrudvarban. Szájüregi daganatszűrésen, allergia és hallásvizsgálaton vehetnek részt az itt megjelentek, ezen kívül vérnyomás és vércukorszintmérés, testsúlymérés, ezekben lehetőségek vannak. Mészáros Attila alpolgármester nyitotta meg a fehérvári civil központban a Japán kulturális napot, ahol a látogatók az Alba Dozsó szervezésében a távol-keleti kultúra és gasztronómia csodáival ismerkedhettek meg. Az előadásokon és bemutatókon túl az érdeklődők megtekinthették a katana, bonszáj és furoshiki kiállítást, és sushit is készíthettek az Abakuk főzőiskola jóvoltából, emellett lehetőség nyílt japán termékek vásárlására is. Korábban ugye a harcművészeti gálákat szerveztük, én is benne voltam ebbe, és ez egy nagyon jó rendezvény volt szerintem. Azt picit sajnáltam, hogy nem tudtunk egymással nagyon kommunikálni, annyira pörgős volt a rendezvény, rengeteg résztvevő volt, hogy nem volt idő kommunikálni egymással a szakmáról. Egyrészt, másrészt pedig az kifejezetten harcművészetre, a küzdősportokról szólt, és mivel ennél jóval szélesebb a távol-keleti kultúráknak a világa, így egy kicsit most is szűkebben értelmezve a japán kultúra világa, ezért azt gondoltuk, hogy a pandémia után jó lenne valami ilyen rendezvényt összehozni, mert erre szerintem a lakosságnak itt a Fehérvárnak is van igénye. Novák Péter rendezésében Majoros Róbert és Molnár Gábor koreográfiáival, Mesenép címmel készül új családi előadásának bemutatójára az Alba Régia Táncegyüttes, mely tanítómesék gyűjteménye, hol a méltó jutalom, hol a büntetés az igazságosság tükrében kerül mérlegre, s a döntő szó a közönségé. Az együttes legújabb egyest és táncprodukciója a színházszerűséget előtérbe helyezve szeretné népszerűsíteni a tradicionális paraszti tánckultúra formanyelvére épülő színpadi táncművészeti ágat, külön figyelmet fordítva a különböző generációk megszólítására felnőtt, gyermek és ifjúsági korosztályban. Egy csomó olyan morális alapú mondani valónk van, ami, hát most mondhatnám azt, hogy korszerű, de közben inkább azt a kifejezést használnám, hogy időtlen. Tehát azokat az alapkérdéseket feszegetjük, hogy milyen az identitás, honnan, hova jutunk el, hogyan lehet egy élet folyamán jobb emberré válni, mindezt a gyerekek, de nem bugyuta nyelvén, hanem egy igazán partnerként kezelt közegben, amikor a közönség épp ezért viseli a Mesenép munkacímet, illetve címet a produkció, részese lehet ennek az élménynek. Folytatódott Soproni Kis Sándor festőművész missziója Székesfehérváron, aki immár gyakori vendégvárosunkban. Ezúttal Palac Posta címmel hozta el legújabb, a koronavírus járvány csendességében született munkáit. Burján Zsigmond, a Médiacentrum operatőre nyitotta meg a tárlatot, ahol megtapasztalhattuk, hogy milyen az, mikor a tehetség és a kimeríthetetlenül találékony emberi művészi szellem látomásokat szerkeszt képpé, mikor tanulságos valósággá válik az álom. Azért lett Palac Posta a kiállításnak a címe, mert a Palac Postát elküldtük valamikor 2-3 évvel ezelőttről, amikor még a világ teljesen normális volt, és akkor talán most megint célba ér, és kibontjuk akkor, hogy mi van benne, és akkor az van benne, amit mindig is szerettünk. Tehát valójában nincs nagy varázslat, hanem az a varázslat, hogy visszakapta a kisgyerek a játékát, és ismét tud vele játszani. Az év egyik legrangosabb és leglátványosabb versenyét hozta el a Laguna Kulturális és Tánc-Sport Egyesület Székesfehérvárra. Idén újra a Köfém Sportcsarnok adott otthont a 20. László Vil Kupa ranglista táncversenynek. Délelőtt a junior, kora délután az ifjúsági és felnőtt korosztály klubközi táncversenyeit láthatta a közönség. Szilner Tibor, az Egyesület primadíjas elnöke örömének adott hangot, hogy az ország legtehetségesebb táncosai ismét városunkban mérettethetnek meg. Hazánkban a versenytánc színvonalában sokat emelkedett az utóbbi 6-8 évben. Ugye vannak, már van világbajnokunk is például, nemzetközi szintű versenyeken komoly eredményeket elér egy-két páros. A városok nagy része pedig a középmezőnyben tud versenyezni.
Létszámban van hullámzás, van a Covid időszak és előtti időszakban egy kicsit lejtmenet volt a létszámban, most megint emelkedő fázisban van a létszám és az utánpótlás is. A futókörök napján az ország 15 pontján várták a futás szerelmeseit. Székesfehérváron a Halászligetben csatlakozhattak a mozogni vágyók az országos eseményhez, és futhattak jótékony célért, a város dicsőségéért. Szombaton 9 és 17 óra között mérték a megtett kilométereket. A verseny nem az egyéni indulók, hanem a programban résztvevő települések között zajlott. A legtöbb kilométert összegyűjtő település 250 ezer, a második 150 ezer, a harmadik pedig 100 ezer forint díjazásban részesült, amelyet jótékony célra kell felajánlaniuk. Helyszínenként a három legtöbbet futó résztvevőt is díjazták, és szintén helyszínenként folyamatosan értékes ajándékokat sorsoltak ki a résztvevők között. A futók között az első, a második és a harmadik városonként, de azon belül is itt az első, második, harmadik díjazott, 10, 15, illetve 25 ezer forintos sportutalványt kap ajándékba, megbecsülésünkért, hogy az egészség megőrzésért példát mutatva köröket futnak itt a Halász Parkban.